A Baross Gábor Általános Iskolában is kezdetét vette a 2022 és 23-as tanév augusztus 31-én. Az ünnepélyes évnyitón először az élményekkel teli nyarat búcsúztatták a gyerekek saját versbe foglalva. A stadion tombolt, Bicsoda 4 szép gól volt, Magyarország Anglia 4-0, ha kell elmondom angolul. És a táborok? Mi leszünk a bajnokok, aki a görkorit jól gyakorolta, laza pipa, annak a jégkorcsolya. Koszorú, angyalka és más figura, vizen táncolva lobog a frizura. Napközis táborok, megúszva. Tudod, hiba csúszott az adminisztrációba. Hát a kitűnő vizért mi járt, tesókám? Repülőgépre csak az ül, bizonyám. Adria, búvárkodás, olasz körút, Velence, Gárdony, Agárd. Az idén beiratkozott elsősöket is üdvözölték a felsőbéves diáktársak, majd Karsai Ferenc polgármester adta át az önkormányzat tanszereket tartalmazó köszöntő ajándékcsomagját. Egy jót az iskoláról már most is lehet tudni. Soha többé nem kell majd délután aludni. És igaz, hogy nagyon jó volt az óvoda, emiatt mégiscsak jobb lesz az iskola. Ne higgyétek, hogy csak munka. Móka is van rengeteg. Aki szorgos, jutalomra, piros pontra szert tehet. A tanévet Kukainé Békési Emese iskolaigazgató nyitotta meg, beszédében előre vetítve az előttük álló munkát. Rendkívül sok kihívás, feladat, de nagyon-nagyon sok öröm, nagyon-nagyon sok program, jókedv vár majd bennünket ebben a tanévben is reményeink szerint. Kérem szépen mindenki képességeinek leginkább megfelelően teljesítse, úgyhogy nekem nem marad más hátra, nem húzom tovább az időt, különösen ilyen jobbofa kis versecske után, hogy a 2022-es, 23-as tanévet megnyitom. Mindenkinek nagyon szép, eredményes tanévet kívánok!